Itt van velünk a majdnem teljes Takács família, akik a Vigyázz a gyerekkel vagyok ma esti adásában meg lehet nézni, hogy Luca és Tamás között milyen új titkok derülnek ki a nézők számára is, és mivel elkezdenénk a beszélgetést, nézzük meg egy bejátszót, jó? Ebből a ma esti adásból, hogy is néz ez ki tulajdonképpen. Mutatom a kérdést, hogy mit kérdeztem Lucától. Mi az a titok, amit csak te tudsz apáról? Mostanáig. Mostanáig. Ez mostanáig volt így azért, ezt most mindannyian tudjuk. Ugye? Így négy szem közt, vagy hat szem közt, igen. Pár szem közt, igen. Igen. Mutatom a lehetséges válaszokat. Kicsit süket szegény. Mi? Tessék? Jaj. Esetleg... Jézusom, a Hannah Montana kedvenc sorozata. Egy jó Miley Cyrus. Miley Cyrus, miért? Nincs ebben semmi. Egyébként tök jó, apa, lány a szíved talán mindig. Ugye? Tessék. Na van még, várjál. Rajong Pápai Jociért. Vagy negyedik. Facebook függő. Tudtam, hogy így buk. Jó, hát eláruljuk, hogy akkor melyik ezek közül elárulhat? Nem tudom, én nem árulom el. Nem. Én aláírtam. Jó, oké, majd este kiderül. Este, te? Hol van a kamera? Tessék megnézni. Egyébként, Luca, rajtad láttam, hogy nagyon-nagyon nevettél, mikor elkezdődött az egész. Élvezted? Igen. Egyből igent mondhatok különben a felkérésre, vagy meg kellett téged apának egy picit, apának, anyának győznie? Hát egy kicsit, mert előtte féltem, hogy na, izgultál inkább. Meg kellett győzni őket egyébként, az elején nem akartak. Hát én ugye azért 38 éve a szakmában, tehát én vidáman beszélgetek, de azért nekik ez egy, a Lucának pláne egy áttörés volt. És apa egyébként hagyja, hogy otthon egy beszéltek ti is, vagy ő beszél ki mindent? Hát hagyja. Hagyja azért? Ők beszélni soha. Hát most nem úgy tűnik, most meg vagy illetőd egy kicsit, Luca. Jó, hát oké, ez egy tévés környezet. De élvezted különben a műsort? Aha, jó volt. De mi volt jó benne? Az, hogy hátul játszottunk. Hátul játszottunk? Az mit jelent? És voltak olyan kínos pillanatok, mondjuk, amit a apáról ugye elárultál a műsorban? Lehet majd valamit este még ezen kívül látni, amit látszunk, ami lejátszottban ugye láthattunk, de hogy van még valami, ami még kiderülhet? Igen. Anikó, neked mennyire volt meglepetés egyébként? Hát ugye itt a más mellett már hozzászoktam így a hosszú évek alatt, hogy egy sajtómédia képével, vagy hát középpontba kerülünk néha. Hát én attól féltem, hogy Luca nem fog megijedni igazából, hogy így nem hogy félbe hagyja az egész dolgot, de nem, mert lelkes volt, úgyhogy... Tényleg hozzátenném egyébként, ez nem csak sima smúzolás, tényleg nagyon aranyosak voltak a szerkesztők, akik a gyerekekkel foglalkoztak nagyon édesen, és nagyon értették a gyerekek nyelvét. Ha jól tudom, kiváló szakemberek dolgoztak. Igen, ez minden produkcióra elmondható, mi is nagyon szeretjük őket, és ha jól tudom, neked van két testvéred is, igaz, Luca? És esetleg ők nem érezted, hogy talán féltékenyek is voltak, hogy mondjuk apa téged vitt el a műsorba, bár tudom, hogy ők már jóval idősebbek. Hát ők már 21-22 igen. Évesek a szerintem, két fiam. Szerintem nem voltak azok, mert eddig mindig ők mentek mindenhova. Most eljött a Luca ideje, nincs mese. És egyébként mennyi idő kellett ahhoz, hogy ott mondjuk feloldódj meg? Erről mesélj már, hogy mi az, hogy játszottatok? Tehát, hogy azzal oldódtál föl, vagy mit játszottatok? Kidobóst, vagy mit játszottatok ott a háttérben? Nem, így jól el voltunk, foglalva volt hátul, ilyen Rubik kocka volt, meg ilyenek, és így azzal szórakoztunk a gyerekek. Meg lebirkózták a mackókat. És egyébként bármit lehetett mondani az adásban? Tehát, hogy mit tudom én, amit tényleg így eszedbe jutott apáról, azt így mindent lehetett mondani, vagy azt mondták, hogy hát azért ezt lehet, hogy apa nem viseli jól, tehát hogy szabadon mondhattál bármit? Aha, szabadon. És ez apára hogy hatott? Én aggódtam egy kicsit, de úgy látszik azért annyira. De láttátok a reakcióimat, tehát időnként elbújtam a fotel mögé, meg ilyesmi, de olyan ciki nem volt. Volt olyan egyesség köztetek, amit mondjuk apa megkért, hogy Luca, ezt jobb lenne, hogyha nem mondanád, vagy esetleg szabadjára engedhetted a gondolataidat, a szavaidat, vagy volt esetleg olyan, amire apa azt mondta, hogy hát ezt jó lenne most nem elmondani? Nem. Mondd azt, hogy nem. Nem volt. Ez az.
És esetleg anya otthon felkészítette a csapatot, hogy mi legyen? Hát, ugye Lucával beszélgettünk, megnéztünk több ilyen műsort, hogy körülbelül mire számíthat, hogy készüljön lelkileg, tehát így próbáltunk felkészülni, amennyire fel lehet így nyilván. Na és akkor kedvet kaptál-e a tévés szerepléshez? Akarsz-e olyan lenni, mint apa, hogy az emberek előtt éled az életed nagy részét? Nem. Miért nem? Jó, okos gyerek. Jobban szeretem, hogyha a barátaimmal vagyok, és nem a tévében. Tehát az nehetsz, aki... Jó, ez egy elég határozott vélemény és hozzáállás. Akkor nagyon intelligens lányom van. Akkor nem fogod talán továbbvinni lehet a zenei pályáját apának. De a két fiat, hogyha jól tudom... Van elég zenész már a családban. Igen, a két fiam így zenész. Igen, azóta rájöttem a módszere, őket tiltottam még a zenéléstől, és ezért zenélnek. Egyébként nem ez a fő csapás irány, a kisebbik bölcsészkarra jár. Ó, láthatjuk pedig, is őket, igen. Igen, a nagyobbik pedig színművész. Most fog végezni idén a Gornagy Máriánál. A Lucát már erőltettem, tanítottam zongorázni, most megy hegedülni, úgyhogy lehet, hogy ő nem lesz zenész. Egyszer viccelek. Az lesz úgyis, amit akar, meg amit az úr azért az úr kezé. Az úr kezében vagyunk, tehát Isten dönt fölöttünk majd. De én inkább sportban vagyok. Sportban. Milyen sportban? Mi sportos? Hát jártam vízilabdázni, meg most is fogok majd menni, meg voltam ilyen ergoméréses, ilyen szárazföldi evezés. Végülis evezés, csak ilyen géppel. Országos második helyezést ért el. Hát nagyon büszkék vagyunk rá, sakkban nagyon ügyes, tehát ez is tért aranyérem. És kivel sakkozol otthon? Apa. És? Megzúz? Igen. Még szoktam a nagypapámmal, meg a nagybátyámmal is szoktam. Az milyen izgalmas lehet, amikor a lány sakkozik a családon, nem? Tehát, hogy akkor az összes férfi akkor köré gyűlik, hogy na, akkor velem is, mert a férfiak szoktak sakkozni egy családon. Hát az is egy mekkora büszkeség egy családban, hogy egy női sakkozó van, nem? Tehát ez is igen. Egy... Igen. Nagyon büszkék vagyunk, van otthon, vannak már érmek, stb. És azért mozgás is legyen, jelenleg is jár lovagolni, az fontos. Tehát a papával szoktál szkanderezni, ugye? Skanderben, nagy szkanderművész. Papa nagy szkanderes, és így most már unoka beletanult, úgyhogy... Milyen sokrétű ez a lány. És akkor mi akarsz lenni, hogyha nem zenész meg, hogyha nem... Állatorvos. Aha. Akkor a zenétől ez egy tényleg egy picit távolabb esik, mint ahogy... Bár állítólag a tehenek jobban tejelnek, hogyha Mozartot játszanak nekik. Egyébként bepróbálkoztatok a fiúkkal is, hogy esetleg ők is jönnének a műsorba, vagy a rosszorsabban? Nem, igen, hát ők az egyetemen vannak most, illetve a főiskolán meg az egyetemen, nekik most elég komoly vizsgai időszak van. De hogy így mondjuk így lett volna kedvük hozzá, vagy amikor így ezt megtudták, hogy így mentek a Lucával, hogy így azt mondták, hát nem is került szóba, mert ők túl korosak, tehát a műsor azért még a Luca is épp hogy belefért, mert 12 éves korig lehet menni, és a Luca most lesz 12 éves, 17-edik. Most leszek. Igen, ezt mondtam. 17-én lesz a születésnapja, május 17-én. Mi lesz a születésnapi ajándék, Luca, van-e valami kíváncsi? Szellet árulni? Tényleg, te hogy mit kérnél? Én most még nem tudom, hogy mit kérek, de majd szeretnék meglepetést apáiktól valamit, mert én most már nem tudok mit kérni. Mert mindene megvan ennek a gyereknek. Igen, a múltkor például ráült a telefonjára, a mobiltelefonjára, eltört, vagy mindegy, eltört, és rögtön elvette az enyémet. De azóta visszaadta, tehát megkaptam. Jó, köszönjük szépen, akkor ma fényderül arra, hogy tulajdonképpen Luca mit árult el rólad, amit még eddig nem lehetett tudni. Igen, azért voltunk ilyen szűkszavúak, mert az esti műsorban igen, mert ez kiderül 20 óra 50-kor a TV2-n. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek hozzánk.